Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere. Üdvözlöm polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat egy évvégi évértékelő interjúra. Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Milyen célkitűzésekkel indult a 2022-es év, melyek voltak a legfontosabb feladatok? Hú, hát erre nagyon nehéz így hirtelen válaszolni, hiszen elég nehéz volt a 2021-es év is, ugye óriási kihívásokkal, hiszen a Covid-dal és sok minden ehhez kapcsolódó problémával meg kellett küzdenünk. Tehát az alapvető elvárásunk az volt, hogy egy könnyű évet tudjunk magunk mögött 2022-ben, és nyilván erre is terveztük az egész évet. Azokat a beruházásokat, pályázatokat, fejlesztéseket, amelyeket elkezdtünk, amelyeknek a megalapozása megtörtént 2021-ben, és ugye évelején álltunk a pályázati ciklus elején, akkor kerültek beadásra az új pályázatok. Természetesen az volt a célunk, hogy Karcagnak megtartsuk azt a fejlődő pályáját, amelyre én úgy érzem, hogy 2021-ben az akkori forrásokkal és elképzelésekkel, és nyilván azzal a közös összefogással, kormányzati támogatással tudtuk pályára állítani a várost. Ezt tudjuk tovább folytatni. Én úgy gondolom, hogy jól kezdődött az év, hiszen megjöttek azok a források, folytatódtak azok a beruházások, azok az elképzelések, amelyet szerettünk volna, megalapozottak voltak és hozzá tudtunk kezdeni. Zárójelben megjegyzem, hogy ebből néhányat be is tudtunk fejezni ugye ebben az évben, hiszen olyan ütemben tudtuk a forrásokat lehívni és a munkálatokat végezni. De hát aztán tudjuk, ugye, hogy az év második fele azért másképp alakult. Ugye évelején már az ukrán háború éreztette azt a hatást, amely aztán begyűrűzött. Köszönhetően néhány, én úgy gondolom, hogy elhibázott brüsszeli lépésnek. És ez egy ilyen elcsépelt mondatnak tűnik, de azok, akik benne vagyunk, benne voltunk, és többen is vagyunk, tehát nyilván nem csak önkormányzatok, hanem különböző vállalkozások, és azok látják azt, hogy ezekkel a döntésekkel nagyon-nagyon megnehezítették a dolgunkat. Hozni kellett az önkormányzatnak súlyos döntéseket, húsba vágó kérdéseket, tehát én azt gondolom, hogy bármilyen jól is indult a 21-es megalapozás után a 22-es évünk, nem lett könnyebb. Már szó esett a fejlesztésekről, beruházásokról. Nyilván számos van folyamatban, több el is készült. Melyek azok, amelyek meghatározták 2022-ben Karcagváros életét, amelyek befejezésre kerültek? Igen, többen megszokták tőlem kérdezni, hogy melyek a legfontosabbak, mint ahogy most is. Erre mindig azt mondom, hogy a legkisebb és a legfontosabb. Tehát minden olyan beruházás, amely hozzájárul akármilyen mértékben, és itt lehet pár százezer forintos pályázat, ami egy program megvalósításához járul hozzá, és lehet több milliárdos, ami aztán nyilván itt marad a városban, és hosszú évekig, évtizedekig fogja szolgálni Karcagot, Karcag lakosságát, vagy akár a környék lakosságát is, gondolok itt a sportpálya beruházásra. Mindegyik fontos, és ha arról beszélünk, hogy mennyi munkát kell belefektetni egy-egy ilyen projektbe, akkor viszont nem nagy különbség van. Tehát a legkisebbekhez is ugyanazzal a lelkesedéssel és odafigyeléssel kell fordulni. Nekem is és a kollégáimnak is a városházán, vagy akár az önkormányzat képviselőtestületében, a különböző bizottságokban, hogy az igenis fontos. Valamilyen szempontból valakinek az a pályázat mindig fontos. Ha ki kell emelni pályázatokat, akkor nyilván a nagy beruházások azok, amelyek legjobban szem előtt vannak, de ugyanakkor meg kell említeni, ami az önkormányzat és a város lakossága számára, ha a költségvetést tekintjük, a legfontosabb volt, ez pedig a közvilágításnak a korszerűsítése. Hiszen a város teljes területén lecserélésre kerültek azok az elavult lámpatestek, korszerű ledes lámpatestre, amelyek több szempontból is fontosak. Ugye egyrészt fontosak voltak abból a szempontból, hogy nem kell annyit karbantartani, tehát várhatóan ez egy hosszú életű, sokáig tartós lámpatestek kerültek fölhelyezésre. Másrészt a fényerejük sokkal nagyobb, tehát egy nagyobb biztonságérzetet, közlekedési biztonságot is adnak az esti órákban.
És hát nem utolsó sorban, és talán ez a legfontosabb része a mai helyzetben, költségtakarékosak. Ezzel sikerült akkor a költségmegtakarítást elérnünk, amely ebben az évben lehetővé teszi azt, hogy egy stabil költségvetést tudjunk magunk mögött 2022-ben. Ha tovább kell menni a beruházásoknál, akkor nyilván ami szinte mindenkit érint, hiszen erről sokszor beszéltünk már, hogy a gépjárműszám mekkora lépésben növekszik a városban, akkor az a parkolók építése, az utak felújítása, és ami a legfontosabb, és én azt gondolom, hogy szinte minden karcagit érint, ez pedig a kerékpárút hálózatnak a bővítése, megújítása. Ugye a napokban került átadásra, hiszen bár sokan használták már, és tudom, hogy ezt is kérdezték, hogy miért most került átadásra, ugye elkészült maga fizikálisan az útpálya és az úttest, de voltak olyan járulékos részei ennek a beruházásnak, a villanyoszlop áthelyezések, a különböző közműveknek az elhelyezése, az itteni engedélyek megadása, ehhez kapcsolódott a városháza mögötti parkolónak a megvalósítása. Tehát fizikálisan most érkeztünk el a kerékpárút teljes pályázatának a zárásához, így ezért került most átadásra. De a visszajelzések azt mutatják, hogy tökéletesen elégedett vele mindenki, behozta azt az elvárt reményt, amellyel hozzákezdtünk. Nyilván nem volt könnyű, sok mindenkinek kellemetlen volt az első időkben, ugye, amikor még csak a földmunkák voltak. Én tudom, hogy sokan mondták azt, hogy néhány útban lévő fától meg kellett válnunk. Ebből voltak olyanok, amelyek egyébként is abban az időszakában voltak már, hogy kivágásra kerültek volna. És ha folytatni kell a beruházási sort, akkor szorosan kapcsolódik a fásításhoz, hiszen ebben az évben több mint 500 csemetét ültettünk el városszerte. Ennek egy része a kerékpárúthoz kapcsolódott, egy része a barnamezős beruházáshoz, ami ott a milánói kiállítási pavilon környezetében alakul ki park, egy része pedig további pályázatokhoz, mint a MOL Európa pályázat, illetve nyilván a Városgondnokság is saját hatáskörben telepített facsemetéket. Úgyhogy több mint 500 facsemete került elültetésre, tehát én ezt a zöldítési programot is nagyon fontosnak tartom. Ehhez kapcsolódtak azok a szemétszedési akciók, a különböző olyan programok, amely a környezetvédelemhez kapcsolódik. Ezek legalább annyira fontosak, én azt gondolom és azt érzem, mint hogy építünk egy bemutató központot mondjuk. És kiemelkedik nagyon sok közül az oktatás és nevelés intézmények felújítása is, mint például a Varró utcai bölcsőde. Így van. Korszerűsítésre került. Hát folytathatnánk a sort, ugye a múltkor erről órákig, vagy legalább egy órát beszélgettünk, hogy melyek azok a beruházások, amelyek megvalósultak. Valóban ugye ez is egy program volt a közlekedés fejlesztésén túl, hogy az oktatási nevelési intézményeket fejlesszük. Ugye ebből a sorba illeszkedett az óvodáknak a további felújítása, a Szimovodának a konyhája, a Kinizsi úti óvodának a tető szerkezet megújítása, ide tartozik a Varró úti bölcsöde átalakítása, az új pavilon megnyitása, és hát aki jár a Széchenyi sugárút és a vasútút sarkán, az láthatja, hogy elkezdődött a bontása a másik bölcsödénknek. És hát ha minden jól megy, akkor én nagyon bízom abban, hogy március környékén a kivitelező el tudja kezdeni a vadonat új bölcsödének az építését is. Tehát sorolhatnám újra az összes pályázatot, mondom, számomra mindegyik legalább annyira fontos, a legkisebbtől a legnagyobbig. Már költségvetésről esett szó, hogyan teljesített Karcag 2022-ben költségvetés tekintetében? Ezt holnapi testületi ülésen fogjuk tárgyalni, és reményeim szerint elfogadni, hiszen pénzügyi bizottságon már megtárgyalták és támogatásra javasolta a bizottság valamennyi tagja. Én azt gondolom, hogy stabilan sikerült befejezni, és sikerül befejezni ezt az évet. Vannak még olyan tartalékaink, amivel biztonságosan el tudjuk kezdeni a 2023-at. És hát ha azt nézzük, hogy mi minden valósult meg az elmúlt időszakban, mi az, amire oda tudtunk figyelni,
Nyilván ezt azért megjegyzem, hogy az utóbbi egy-két hónapban azért nagyon szigorúan kellett gazdálkodnunk, nagyon nagy szigorúságot kellett kérnünk az intézményvezetőktől. Meg kellett lépnünk bizonyos átszervezéseket, idéglenesen be kellett zárnunk néhány épületet, össze kellett költöztetnünk néhány szervezetet, de ezekkel a lépésekkel és azokkal a gondos odafigyeléssel, amelyet egyébként az intézményvezetőktől és valamennyi dolgozótól is kaptunk, ezzel én azt látom, és a számok is ezt mutatják, hogy egy stabil költségvetést tudunk lezárni, és úgy, hogy ezek a fejlesztések megtörténtek. Polgármester úr is látta el körzeti képviselői teendőket. Az önkörzetében 2022-ben milyen fejlesztések történtek? Hát ugye ezek a nagy fejlesztések, amelyek a város egészét érintik, ez nyilván kihatással vannak valamennyi körzetre. Tehát ha arról beszélünk, hogy a kisújszállási kerékpárút hány körzeten húzódik át, akkor természetesen nagyon sokan és nagyon sok képviselő el tudja ezt mondani, de így van jól, hiszen nem egy-egy körzetre vannak elsősorban kihegyezve a városi fejlesztések, hanem azokra a szükségletekre és azokra az igényekre, amelyek fölmerülnek. Ide tartozik ugye, ha erről beszélünk, a katolikus városrésznek a jövőre kezdődő csapadékvízelvezetése, vagy a nagyvénkerti kertesházi övezetnek a csapadékvíz problémáinak megoldása, az okosváros, de ide tartozhat a laktanyaipari park fejlesztése, vagy a Vágóhíd úton lévő ipari park fejlesztése, ami ugye lokálisan egy körzethez tartozik, de igazából az egész városra kihatással van. Ha csak a saját körzetemet nézem, akkor természetes történtek ott is fejlesztések, mint ahogy minden más körzetben, ugye az utaknak a kátyúzása, a járdák felújítása, de amire igazán büszkék vagyunk, az a játszótérnek az átadása, amire már nagyon régen vártak a kiskulcsosi lakosok, és hát nyilván meg kell említeni azt a kézlabda szövetség által kapott lehetőséget is, amely egy nagyon korszerű és modern kézlabdapályának, egy szabadtéri kézlabdapályának a megépítését jelentette. A kerékpárútról ugye beszéltünk, nagy része a kisújszállási úti kerékpárútnak azért a kiskulcsosi városrészen haladt keresztül, ugye a déli temetőnél nagyon-nagyon rossz volt az útminősége. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási fejlesztés, és hát az iskolánál, ugye, ha jól tudom, akkor épp holnap lesz a műszaki átadás a parkolónak, ami a kisújszállási úton van, tehát én úgy érzem, hogy sikerült előrelépni a saját körzetemben is, és hát itt is ugye, ami az egész városra kiterjed, és tényleg jók a visszajelzések, az a közvilágítás, hiszen mindenki elégedett vele. A koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet számos programot törölt el országszerte és természetesen Karcagon is, viszont ebben az évben nagyon sok került bepótlásra, illetőleg újak is kerültek a repertoárba. Polgármester úr, hogyan értékeli programkínálatban és látogatottságban az idei évet? Hát ha egy mondatba kell összefoglalni, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon szép és tartalmas évet tudunk a programokban is a hátunk mögött. Ha azt nézem, hogy ki tudtunk elégíteni valamennyi igényt, és ugye tudjuk, hogy közel 20 000-es Karcag lakossága, akkor nyilván 20 000 féle igényt nem fogunk tudni kielégíteni, hiszen mindenkinek van egy kedvenc zenekara, van egy kedvenc énekese, ennyi zenekart, ennyi énekes nem tudunk meghívni egy év alatt. De úgy látom, hogy az eloszlása a programoknak, a korosztályokra való lebontása az abban az ütemben haladt, hogy mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Ugye a Kolbász Fesztiváltól, a Birkafőző Fesztiválon keresztül a traktoros versenyig, a nyári családi napokon áthaladva, tényleg nagyon sok könnyű zenei program volt, nagyon sok olyan program volt, amely közösségeket hozott össze, gondoljunk a kerékpáros ügyességi versenyekre, a sütemény-sütő versenyre, tehát egy olyan tartalmas kínálat volt, én úgy érzem, ami már nagyon régen volt a városban. Nyilván lehet rajta javítani, örömmel vesszük az építő kritikát, és nyilván örömmel vesszük azt, amikor
mondják azt, hogy kit szeretnének a különböző együttesek közül. Ez ugye sok mindentől függ, nyilván pályázati lehetőségektől, költségektől, egyáltalán ráír-e az a zenekar. De hát azon vagyunk és azon leszünk, hogy a 2023-as év is legalább ennyire tartalmas legyen, ennyire izgalmas legyen és ennyire programgazdag legyen. Már esett szó a jövő évi költségvetésről, amelyet ilyenkor szoktak tervezni. Melyek a fő alappillérek? Hát természetesen, hogy a legfontosabb a stabilitás, hogy azokat a kötelező feladatokat, amelyek a jogszabályok előírnak számunkra, azokat el tudjuk végezni, és olyan színvonalon tudjuk elvégezni, hogy az mindenkinek megfelelő legyen. Gondolok itt az oktatási intézmények működtetésére, a szociális intézmények működtetésére, és nyilván még sok minden feladat a közvilágítástól, a közrendig sok mindent előír a jogszabály. Ugye ezeket feltételek nélkül és kötelezően biztosítanunk kell. Én úgy gondolom, hogy az ehhez való forrásokat meg fogjuk kapni, és nyilván azon leszünk, hogy ahogy mondtam is, hogy maximálisan el tudjuk látni mindenkinek a megelégedésére. Ezen túl lesznek olyan forrásaink, amikből a nem kötelezően, hanem vállaltan deklarált feladatainkat meg tudjuk, programokat, rendezvényeket, sporttámogatásokat meg tudjuk tenni. Én azt látom itt az előkészítésből és az előzetes számokból, hogy tartva ugyanazt a szigorúságot és odafigyelést, és nagyon-nagyon megvont és tényleg keretek közzé zárt gazdálkodással fogjuk tudni a 2023-at is olyan szinten és olyan színvonalon tartani, mint az idei évet. Tehát nem hiszem azt, és nagyon bízom abban, hogy nem kell lemondanunk programokat, nem kell bezárnunk további intézményeket. Tehát én egy stabil és szilárd költségvetést látok 2023-ra. Polgármester úr, hogyan látja Magyarország, illetőleg Karcagváros településünknek a jövőjét az orosz-ukrán háború, valamint az elhibázott brüsszeli szankciók miatti emelkedő infláció árnyékában? Hát én abban bízom, és nyilván nagyon sokan még rajtam kívül, hogy sikerül megegyezni, és Brüsszel előveszi a józan eszét, és belátja azt, hogy azok a szankciók, amelyek jelenleg érvényben vannak, azok azt nem sújtják igazából, akire ki lettek találva, hanem mindenki mást Európában. Én bízom abban, hogy ezek fölülvizsgálatra kerülnek. Bízom abban is, hogy előbb-utóbb véget ér ez a háború, és vissza tudunk térni egy olyan normális kerékvágásba, még ha nem is ugyanolyan mélyen, mint ahogy az a kerékvágás mutatta, hanem egy kicsit lehet, hogy nehezebb lesz az elkövetkezendő néhány hónap. De nagyon bízom abban, hogy stabilizálódik ez a jelenlegi helyzet, belátóbbak lesznek a döntéshozók, és ez azt fogja jelenteni, hogy nekünk is könnyebb lesz az élet. És utolsó kérdés ugyanánt, egy kicsit könnyedebb a kérdés. Hamarosan karácsony közeledik az év vége. Polgármester úr, hogyan tölti? Hát remélem, hogy nyugalomban, és nem lesz semmi olyan a városban, amely bármire munkát adna, gondolok itt arra, hogy nem lesz semmiféle katasztrófa helyzet, nem lesz 100 mm eső egy óra alatt, nem lesz 3,5 méteres hó mondjuk a két ünnep között. Tehát én nagyon bízom abban, hogy egy csendes, nyugodt, békés karácsonyi ünnepeknek nézek én is elé, és hát nyilván remélem, hogy velem együtt még nagyon sokan, sőt mindenki itt Karcagon. Természetesen családi körben, a megszokott rutinban telnek majd a karácsonyi napok, ami hát nyilván a fenyőfaragástól egészen a beiglisütésig fog tartani. Polgármester úr, köszönöm az interjút. Köszönöm én is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!